Jó estét kívánok, ez a napi aktuális Budapestről élőben kezdünk. Ismét migrációs vita volt, az Unióban Magyarország nem engedi, hogy migráns gettókat hozzanak létre a területén. Strasbourgból kapcsoljuk Hidvégi Balázs fideszes EP képviselőt. Több országban betiltották, annyira káros, a Fidesz csak nagykorúaknak engedné, minden, amit tudni kell az energiaitalról és ami benne van. A forradalom pedig felfalja a gyermekeit, egy névtelen MSZP-s kiátszotta magának a zuglói pártirodát, aztán szétdarabolta és lakásokként eladta, már gyanúsított is van. Önök a napi aktuálist látják Budapestről élőben október 4-én Belkovics Vilmossal. A bevándorlók kötelező szétosztását is tartalmazó uniós menekültügyi paktumról vitáztak a képviselők a strasbourgi plenáris ülésen. A migrációért is felelős görög biztos pedig hát nagyon erős állításokat fogalmazott meg. Kapcsolunk Zöldhegyi Katalin kolléganőnkhöz Strasbourgba. Szervusz Katalin! A múlt héten beszéltünk a belügyminiszterek tanácsa kapcsán erről a krízis csomagról, hogy Magyarország elutasítja. Mi történt ma a vitán? Szervusz Vilmos, jó estét kívánok! A legfrissebb hír, hogy délután az uniós nagykövetek elfogadták ezt a bizonyos krízisrendeletet. Ez azt jelenti, hogy akkor, hogyha hirtelen nagyszámú migráns érkezne Európába, akkor az Európai Bizottság válságot hirdethetne, és ez alapján kötelezően szétoszthatná a migránsokat. A krízisrendeletet Magyarország és Lengyelország is ellenezte. A migrációs paktum, amit említettél, alapjáraton is tartalmaz egy kötelező szolidaritás, tehát hogy kvóta alapján kötelezően osszák szét az Európába érkezett migránsokat a tagállamok között. Margaritis Skinas, a migrációért is felelős uniós biztos, ezt azzal indokolta, hogy minden tagállamnak kötelessége, hogy segítsen és befogadja az Európába érkezetteket. A migrációs paktum része az is, hogy legális, biztonságos útvonalakat kell biztosítani a migránsok számára, hogy dolgoznak az Európai Bizottságban azon, hogy más észak-afrikai államokkal, tehát nem csak Tunéziával, hanem más afrikai országokkal is megállapodást kössenek az embercsempészet felszámolására. És hangsúlyozta azt is Margarita Skinas, hogy a migrációs paktumot még a jövő évi európai parlamenti választások előtt tető alá kell hozni. A hozzászólások között Manfred Weber néppárti frakció vezető aggájának adott hangot, hogy Szlovákiában Robert Fico nyert, mert szerinte vele erősödhet a migráció ellenesek tábora az Európai Unióban, és bírálta Németországot is, amiatt, hogy a németek által finanszírozott NGO hajók a tengerről Olaszországba viszik a migránsokat, ott azonban magukra hagyják őket. A szocialista frakció képviselője a tagállamok közötti szolidaritás hiányát rótta fel. Konzervatív képviselők pedig azt hangsúlyozták, hogy a menekülteket segíteni kell, de az nem elfogadható, hogy illegálisan érkezzenek migránsok Európába. Hangsúlyozták azt is, hogy a migráció ügyében az európai polgárok hangját kell meghallani, és ez a kérdés a jövő évi európai parlamenti választásokon egy kiemelt, fontos téma lesz. Sokszor indulatos és heves szócsaták övezték itt a délelőtti parlamenti vitát Strasbourgban, az ülésteremben. A svéd Charlie Wimers konzervatív képviselő például felszólalásában elmondta, hogy csak az idén 273 migránsokhoz köthető fegyveres támadás volt Svédországban, és 20-an meghaltak már idén a migráns bandák közötti leszámolásokban. A képviselő egyébként megjegyezte felszólalásában, hogy felháborítónak tartja, hogy miközben ezeket az adatokat, tényeket ismertette az ülésteremben, egyes baloldali képviselők nevetgéltek. Zöldhegyi Katalinnak nagyon szépen köszönjük. Bűnözéssel jár, terrorcselekményekkel jár, civilizáció, különböző életfelfogást valló embercsoportok közötti összeütközéssel jár. Ez hosszú ideig lehetett hipotézis, de mióta ez a migráció egy ilyen invázióvá vált 2015 óta, és napi tapasztalatok és tények állnak rendelkezésre, ez nem föltételezés, hanem tény. Bűnözés,
erőszak, együttélési képtelenség, konfliktusok, amelyeket nem tudunk kezelni. Magyarország ezt el akarja kerülni. Egy olyan kérdésről van szó tehát, amely Európa sorsát döntheti el, amely végképp bevándorló országá változtathatja a tagállamokat. Ahogy Zöldhegyi Katalin mondta, meglehetősen vegyes reakciók voltak az ülésteremben, akiket érint, például Svédországot, ahol a migráns bandák terrorizálják a lakosságot, ott komolyan veszik, de voltak, akik nevettek. Itt van velünk a vonalban Hidvégi Balázs, fideszes Európa Parlamenti képviselő. Jó estét kívánok! Milyen álláspontot foglalnak el a kormánypártok ebben a kérdésben? Jó estét kívánok! Mi elutasítjuk az illegális migrációt, mert véleményünk szerint ez egy veszélyt jelent Európára, veszélyt jelent az európai emberekre, a mindennapi életünkre, a szokásainkra, a városainkra, a biztonságunkra. Ennek nyilvánvaló jeleit, sőt bizonyítékát látjuk ma már Nyugat-Európa több államában, több városában. Mindennapos hír itt most már a közbiztonságnak a drámai leromlása, akár Franciaországban, akár az már említett Svédországban, ahol már a hadsereg bevetéséről beszélnek, mert a rendőrség képtelen megbirkózni a különböző migránsháterű bűnbandáknak a nyilvános háborúskodásával. Tehát őrült nagy a baj és őrült nagy a veszély akkor, hogyha megengedjük azt, hogy Európába korlát nélkül gyakorlatilag állandóan, illegálisan tömegek érkezzenek. Ezt nem lehet megengedni, és ezért Magyarország minden körülmények között meg fogja védeni a magyarok biztonságát, a városaink békés jellegét, a kultúránkat, a magyar embereket. Részeiben sem tudnak egyetérteni ezzel a megállapodással. Ugye Margaritis Kinas azt mondta, hogy a tunéziaihoz hasonló megállapodásokat fognak kötni. Ő úgy értékelte, hogy a Tunéziával kötött megállapodás kiválóan teljesít. Ebből következik tehát, hogy az ehhez hasonló megállapodások is jók lehetnek. Az egy másik kérdés, hogy ezek éppen a migráció szervezésére irányulnak. Hát attól függ, mi van egy ilyen megállapodásban egyébként. A Tunéziával kötött megállapodás egy új megállapodás. Várjuk meg, hogy hogyan működik majd a közeljövőben, de az biztos, hogy a kibocsátó országokkal, legyenek ezek akár Afrikában, akár a Közel-Keleten, vagy távolabb, megállapodásra kell jutni. Európa van abban a helyzetben, hogy segítséget nyújtson szegényebb országoknak, nehezebb sorban lévő területeknek. Ezt meg is tesszük. Magyarország külön is egy programot indított erre, ez a Magyarország Segít program. Tehát ez rendben van, és megállapodást kell kötni. Mint ahogy jó példa egyébként a Törökországgal kötött korábbi megállapodás, Törökország ott lévő elsősorban szíriai migránsok millióit tartja vissza attól, hogy elinduljanak Európába, ehhez is kellett egy megállapodás. Tehát erre szükség van, de világossá kell tenni, hogy Európában nem lehet illegálisan jönni, meg kell szüntetni azt, hogy ezt toleráljuk, meg kell szüntetni azt, hogy gyakorlatilag embercsempészbandákkal együttműködnek Sorosék, vagy akár a német kormány által finanszírozott úgynevezett NGO hajók. Ők ezt életmentésnek nevezik, de valójában illegális migránsok beszállításáról van szó elsősorban Olaszországba. No, ezeknek kellene véget vetni ahhoz, hogy valóban változzon, alapjaiban változzon meg a mostani fenntarthatatlan és veszélyes helyzet. Margaritis Kinas azt is mondta, hogy minden tagállamnak kötelessége befogadni. Én ebből arra következtetek, hogy egyfajta kötelező elosztási kvótát alkalmaznának a migrációra. Ebben a kérdésben változott az önök álláspontja? Nem változott, Magyarország nem fogja elfogadni azt, hogy ránk kényszerítsenek idegen népességet. Mi nem viselhetjük annak a következményét, hogy valamely más tagállam, vagy akár több tagállam nem megfelelően védi a saját külső határát. Magyarország a saját külső határát, ami az unió külső határát illeti, megfelelően védi. 100 milliókat költöttünk arra, hogy ez a védelem ez megálljon, és nem fogunk elfogadni semmiféle szétosztást, hogy a korábbiakban sem működött, és ez nem lehet alapja semmiféle tartós és valódi megoldásnak. Az európai határok védelme is egy kifejezése a szolidaritásnak, az európaiak iránt mutatott tiszteletnek. Ezt kellene például Brüsszelnek végre pénzzel is elismernie és támogatnia, és általában is be kellene fejezni azok támadását, akik határvédelemről beszélnek, és az európai emberek érdekét helyezik az első helyre. Szerintünk ez a normális, és mi így fogunk ebben eljárni, és nem engedünk semmiféle nyomásnak, akárhogy is próbálkoznak újra meg újra. Képviselő úr, kolléganőnk Zöldhegyi Katalin arról számolt be, hogy ugye megszavazták a képviselők, tehát keresztül ment ez a bizonyos krízis-csomag. Ez milyen kötelezettségeket ró Magyarországra a jövőben?
Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy a döntés az Európai Bizottság kezébe kerülne arról, hogy mikor van krízishelyzet, és egy krízishelyzetben mit kellene csinálni. Ugye az következne ebből, hogy az Európai Bizottság előírná, hogy Magyarországnak mikor és hány migránst kellene befogadnia más országokból. Most nyilvánvalóan ez egy abszurdum, ez pontosan ellentétes azzal, amit egyébként a kimondott cél lenne, ugye a migráció, az illegális migráció megállítása, a helyzet normalizálása. Ez valójában meghosszabbítaná és állandósítaná ezt a mostani helyzetet, hiszen gyakorlatilag azt jelenteni a külvilág felé, hogy innentől kezdve most már intézményesített, hivatalos formában is csak be kell valahogy jönni, és aztán majd az ember szétosztják. Ez egy tarthatatlan és egy rendkívül veszélyes javaslat, nem fogjuk nyilvánvalóan alkalmazni és nem fogjuk elfogadni. Mik a folyamat következő lépései? Milyen döntések következnek, vagy milyen döntések szükségesek? Hát nyilvánvalóan a következő lépés, a legfontosabb lépés, hogy az állam és kormányfők szintjén, a legmagasabb szinten, az Európai Tanács szintjén szülessen erről döntés és vita. Nem fenntartható az a megoldás, amelyet nem övez egyetértés, és nem fenntartható az a megoldás, vagy az a javaslat, amely gyakorlatilag a korábbi években már megbukott, soha nem működő megoldásokat erőltetne, vagy módokat erőltetne rá tagállamokra. Ez nem oldja meg az illegális migrációt, és olyan helyzeteket nem fogadunk el, olyan megoldásokat, amelyek veszélybe sodornák az országunk biztonságát, a magyar emberek érdekét meg kell védeni, és meg is fogjuk védeni. Kemény tárgyalásokra számítunk, de a magyar álláspont egyébként a lengyel állásponttal megegyezően változatlan és határozott ebben a kérdésben. És talán most már Szlovákiára is lehet számítani. Hídvégi Balázsnak nagyon szépen köszönöm.